Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Tóth Szabolcs vagyok Miskolcról, és ez itt a kezemben, illetve a nyakamban egy Framus Diablo Pro német gyártmányú elektromos gitár. A Framus cég a II. Világháború után alakult, ha jól tudom 1946-ban, tehát nem egy fiatal cégről van szó, és ez egy családi vállalkozás, de bőven túlnőtte már a családi méreteket, egy hatalmas nagy gyártelepük van, annyi napelemmel, hogy igazából külső hálózatból állítólag nem is vételeznek áramot, legalábbis egy reklámfilmük alapján én így értelmeztem az ott elhangzottakat. Gondolom, hogy jó sok alkalmazottuk van, és igazából jó sok mindent gyártanak. A cég tulajdonosa Hans Peter Wilfert, neki a fia vezeti a céget, de olyan háttérinformációkhoz jutottam, hogy igazából azért az öreg még beleszól mindenbe, és az öregnek az édesapja alapította valójában ezt a céget még a II. Világháború után. Valahol Németország belsejében, aztán leköltöztek egészen a cseh határ mellé, amit azért tettek meg, mert arra felé volt olyan hangszerész képzés, hogy elég szakember tudjanak felvenni ahhoz, hogy a gyár ki tudjon magát futni. Nekem a Framus valahogy mindig is egy érdekes márka volt. Ez az első Framus a kezemben egyébként. Pedig nagyon szerettem volna már kipróbálni, de itt Észak-Kelet-Magyarországon relatíve kevés van ezekből a hangszerekből. Pedig próbáltam felkutatni, hát ha van valamelyik barátomnak egy, amit én elkérhetnék. És ez így is lett, bár igaz, hogy nem Miskolchoz közel, hanem kb. 100 kilométerrel odébb, de mégiscsak itt van ez a gitár, és első kézből tudok nektek véleményt mondani róla. A helyzet az az, hogy én annak idején mindenféle szakirodalmat lelkesen olvasgattam, és emlékszem az első Framus tesztre zenész magazinban, ahol nyilván dicsérték is a hangszert, illetve érdekességekre is felhívták a figyelmet. És ezek a dolgok bennem annyira megragadtak, hogy ott volt bennem mindig is egy vágy, hogy bakker, én ezt egyszer kipróbálom. Ehhez hozzájárult az is, hogy én szeretem ugyan a vintage hangszereket, de szeretem az újító szellemű megoldásokat is, hiszen mindent lehet egy kicsit javítgatni, fejleszteni, és a Framus ezen az úton jár, egy kicsit ilyen németes mérnöki mentalitással feltételezem, úgyhogy ők úgy alkottak meg egy Stratocaster jellegű hangszert, hogy erre nem mondanád azt, hogy ott egy Strato. Tehát nem kopiztak, hanem alkottak valami olyan újat, amiben mégis ott tud lenni egyfajta kellemes vintage feeling is, hogyha valaki azt keresi. Nézzük, mi is ebben az érdekes. A kőristest az nem az, hiszen rengetegféle Strato és Telecaster, meg basszus, Fender basszusgitár készült kőrisből. Ez egy nagyon-nagyon jó alapanyag hangszerekhez. Feltételezem mocsári kőr is, mert a súlya az kicsi, kellemes. Ez egy olajos kezelést kapott. Ezt a Warwick Framus cég előszeretettel alkalmazza, mert minőségi fákat építenek be rendszerint a hangszerekbe, és azt nem rontják el azzal, hogy telibe festik. Van egy Framus kétpontos tremoló, Seymour Duncan elektronika, ez fontos, tehát ugye a hangképzést azt nem bízták a véletlenre. Ovankol a nyak, rajta egy rózsafa-szerű fogólap, de ez egy világos rózsafa, és esküszöm, nem merném tűzbe tenni a kezem, hogy ez is nem valami speciál fa. Szép egyenletes, de megpróbálok ennek utána nézni, és egyébként már próbáltam is vadászni információkat, de valaki azt mondja, itt találtam olyat is, hogy ében, de ez nem ében, ezt lehet látni, hogy annál jóval világosabb. Framus feliratú kulcsok vannak rajta, és ami érdekes, hogy itt kettő darab csavart látok. Ez annak idején a tesztben szerepet is kapott, hogy két csavarral van csak a nyak fel rögzítve a testre, és ez látszólag igaz is. Aztán egyszer még kamaszkorom végén, felnőtt korom elején Pesten
Megyesi Tibi boltjába ez valahogy szóba került, és akkor ott a Tibi mondta, hogy kettő a faszomat, az ő meg kívülről kettő látszik, az nem kettő. És akkor utána néztem, hogy valójában még itt a koptató alatt is van egy belülről becsavarozás a testbe, tehát három csavarral van rögzítve, és szerintem a három az pont 50%-kal több, mint a kettő. Úgyhogy ami látszólag egy fura megoldás, az igazából egy józan és egyszerű mérnöki trükk. Ha már itt megfordítottam, látjátok, hogy Ferdin van levágva itt a test, illetve itt van egy ilyen lépcső kialakítva, hát igazából tényleg tök könnyű ide felnyúlni. Én ezt például kritikával illetném annyiban, hogy egy nagyon picit jobban legömbölyítenék, akkor olyan jó, még jobb érzés lenne az embernek, de igazából így sincs vele semmi baj. Tehát ez egy bocsánatos dolog, ez csak egy ilyen ízlésbeli kérdés. A gitáron jelenleg 9-es húrok vannak, ami nekem nem a kedvence, mint 10-est használok, de egyébként ezzel is hamar megbarátkoztam. És el kell mondanom, hogy nagyon kényelmes a hangszer. Tényleg a bundok kialakítása eszméletlenül szép, gyönyörű. Sehol semmi, nem szúr, nincs egyenetlenség. Szóval profi munka. Hallgassuk meg, hogyan szól ez tiszta hangszínen. Egy Boss GX100-ast használok saját hangszíneimmel, amit nem erre a gitárra állítottam be, hanem ez egy általános tiszta hangszínem. Nézzük a nyakhangszerű. Nézzük a középsőt és a nyakpikabot. Középsőt és a húrlápikapot. Húrláb humbucker. Hát nyilván egy húrláb humbuckert nem használni feltétlen tiszta hangszínnel, de hát lehet, hogy más meg. Tök jó megindult a hang. Oké. Okay. Szóval szerintem a tiszta hangszínek kellemesek. Egyáltalán nem érzem azt az exóta hangot, ami miatt kellemetlen lehetne ez a gitár. Kifejezetten profi jó hangja van, szerintem. Vicces egyébként, mert szinte majdnem ugyanilyen pickup szettel építettem én meg azt a piros gitárt, ami ott lóg fent, és amiben most nem az a pickup szett van, de hajón még úgy volt velem az a gitár, hogy itt TB4, SSL5, és itt volt az eltérés, mert ez egy GB Junior talán, de majd ennek is utána nézek, majd itt feliratba felteszem. Nekem pedig abban a Cool Rails van, és igazából a kettő karakter, ha nem is azonos, de nem áll nagyon szög messze egymástól. Úgyhogy hasonló rugóra járt az agyunk, annak ellenére, hogy én még nem tudtam, hogy a Framusosok így rakták össze az elektronikát. Van egy push-pull potting. Potival felezhetőek a pickupok, akinek erre szüksége van. Én igazából erre most jöttem rá, én ideig úgy használtam, mert nem akart könnyen kijönni, most meg
kicsit erősebben húzom meg, igen. Ami annyiban jó, hogy mutatja, hogy ezek a kapcsolók azért masszívak, tehát ez nem egy tínédzser hangszer, itt lehet is látni, hogy van egy ilyen nagyon szép bekopása itt a gitárnak a testérintésétől, a verejtéktől. Tehát nyilván ez volt kézben eleget ahhoz, hogy használva legyenek a kapcsolók, potméterek, és még sincs ezzel probléma. Nagyon-nagyon megszerettem ezt a gitárt, de nézzük most meg, mit tud nagyobb gainen. Hát ez harap úgy, ahogy kell igazából. A helyzet az az, hogy egyébként nekem az volt a tapasztalatom a nyaknál elhelyezett mini humbuckerrel, úgy sokkal jobb, mint egy nyaknál elhelyezett humbucker. Ugyanis egy szűkebb mágneses térrel dolgozik, a hangja közelebb van a single coil-okéhoz, azonban olyan, mintha egy szteroidos single coil lenne, tehát pont ad annyi powert, hogy szólózni jobb legyen vele. Mert egyáltalán nem mindegy, tök jó a nyakpikapos kísérő hangszín is egy ilyen crunchos, de ha szólózni akarsz, és nem akarsz a crunch-tól nagyon fentebb lépni hangszínben, akkor csak egy post-boostot alkalmazol, és ugye, ha felezve volt addig a pick-upod, humbuckerbe kapcsolod, nem fog felborulni a hangkép, nem lesz ez a buflák teljesen él nélküli hangszín, mint mondjuk egy normál méretű humbucker, hanem ez igazából egy tök jól szóló megoldás. Nekem a Currell-el játszottunk egy Queen Show-t a hajón, és komolyan mondom, hogy imádtam azt a Currell-t a nyaknál szólóra használni, pont ezért, mert annyit tett hozzá, hogy segítette a játékomat, meg a hangszín alkotást, és emellett meg ott volt nekem az a kényelmes hangszín is, amit én a single coil-okban szeretek. Tehát nem távolodott el annyira a single-től, hogy megszűnjön az az érzet, de már közel volt az a humbucker erőteljes hangzáshoz, ami meg jó volt. Ezt jó bonyolultan mondtam, remélem értitek. Na kérem, hallgassuk meg zenei környezetbe, gyakoroljatok sokat, elindult a tanév, hurrá, a fiam éppen suliba van, tegnap úgy jött, hogy jaj, apa, meghalok, olyan fáradt vagyok, mondja ezt egy másodikos srác, akinek alig volt órája aznap. Hát mi lesz itt, kérem? Sziasztok! Az a durva, most gitározgattam egy órát ezen a gitáron, hogy olyan, mintha mindig ezen játszottam volna. Tehát valami miatt úgy eltalálták a nyakszélességet, rádiuszt, húrnyomást, bunméretet, hogy siklik magától a kezem rajta. Hozzáteszem, lehet, hogy a te kezed kisebb, nagyobb bundot szeretsz, kisebbet. Ez mind benne van, de nekem bakker ez nagyon-nagyon jó.